A fürdés című novella történet számomra mindenképpen nagyon erős, nagyon erős mély lélektani gondolatokat, illetve ügyet boncolgat ez a jelenség a Fürdés című novella, Kosztolányi Dezső műve, amit szerintem a 90-es évek közepén ismertem meg először, de akkor még nem mentem át olyan szituációkon, vagy legalábbis nem minden tudatosult bennem, ami által még inkább megértettem, elmélyítettem ezt a történetet. Hát azóta sok idő telt el, mondjuk azt, hogy majdnem 30 év, és ez alatt a 30 év alatt nyilván, hogy az ember sokkal több mindent látott, tapasztalt a saját bőrén is, és most már jobban össze tudom tenni a képet, több mindenre emlékszem, nagyon sok mindent boncolgattam azóta. Voltak vannak olyan ügyek, amelyeket valamilyen szempontból már helyre tudtam tenni saját magamban, de vannak olyanok is, amelyeket még nem igazán. Tehát én azt gondolom, hogy pont most kell beszélnem erről a történetről. Remélem, hogy nagyon sokan ismerik. Ebből a kosztolányi novellából is készítettek egy filmet, három történetből. Az egyiket már ugye kielemeztem a kínai kancsót, és maradt még a kulcs című novella, tehát ebből a három történetből rendeztek egy hosszabb filmet, és hát eme alkotásban szerepel a Fürdés című novella is. Novella feldolgozása, melynek női főszereplője Vaséva, aki az anyukát játszotta, a férfi főszereplője pedig Szírtes Ádám volt, ő játszotta az apukát és a kisfiút pedig Geiger János alakította, akiről sajnos nem találtam igazából szinte semmit, tehát én arra következtetek, hogy később akár felnőtt korában, vagy fiatal korában nem folytatta tovább a színész mesterséget, pedig szerintem nagyon ügyesen játszott ebben a történetben, és nem csak ugye a fürdésben szerepelt, hanem a kulcs című történetben is. Játszott még a filmben rövidebb, kisebb szerepet Gobbi Hilda, akit ugye mindenképpen meg kell említeni, hiszen hát ő volt az egyik legismertebb színművésznő. És nagyon mondtam, ez a történet nagyon melbevágó, nagyon erős, és hát ismerjük Kosztolányi műveit, gondolatait, novelláit, regényeit, tudjuk azt, hogy ő mindig is nagyon erős mély lélektani gondolatokat, ügyeket, jelenségeket boncolgatott és tárt föl. Bár én azt mondom, amit már ugye sokszor elmondtam, hogy ő nagyon sok mindent csak sejtetett, és a boncolgatást, az elemezést pedig ránk hagyta. Hát például rám. Mert én már a 90-es években is éreztem azt, hogy hozzám nagyon közel állnak az ő írásai, és már gimnazistaként is őt említettem meg, hogyha megkérdezték azt, hogy nekem ki a kedvenc írom. Igen, nagyon szerettem azokat a történeteket, amelyeket ugye ő felvázolt, hát úgy, ahogyan például a kínai kancsot is, és hát erről is készült egy nagyon hosszú filmelemzés, és már akkor is elmondtam azt, hogy, hogy hozzám ezek a gondolatok, történetek, jelenségek állnak közel, vagy mondjuk azt, hogy azok a elemzések, azok a vizsgálódások, amelyeket ezek a novellák, írások, művek kiváltanak. Én mindig is nagyon elemző típus voltam állandóan elemezgetek, folyamatosan. Ez a 821. felvétel, hosszabb lélegzetvételű előadás, és tulajdonképpen szerintem minden egyes ilyen felvétel során elemzek. Ugyanakkor foglalkozom személyiség és névelemzéssel, Előtte pedig rengeteg interjút készítettem, hát akkor is az ember folyamatosan elemezgetett a különböző kérdések, felvetések és válaszok által, igen. Tehát én azt mondom, hogy kosztolányi művei biztos, hogy erre sarkalnak bennünket, hát legalábbis engem igen, és hát a Fürdés című novella pedig Szintén viszont ezzel bajban vagyok. Azért vagyok bajban, mert, mert vannak bennem sebek, fájdalmak, nehézségek, vagy hát ilyen lenyomatok, amelyeket ez a film vagy történet megpiszkál, és amelyekkel nem szívesen szembesülök újra. Ahogy mondtam, voltak, vannak olyan helyzetek, amelyeket már valamilyen szempontból feldolgoztam, de nem mindent. És azt is tudom, hogy például néhány héttel vagy hónappal ezelőtt még nem tudtam volna ezt a, ezt a felvételt elkészíteni, mert volt bennem egy nagyon erős blokk emel történet miatt. Nyilván azért, mert voltak, vannak olyan helyzetek, amelyeket én is átéltem, és amelyek valamilyen szempontból hasonlítanak erre a műre, vagy jelenségre. Persze nem százszerzalékosan, de vannak benne olyan elemek, amelyek igen, amelyeket én is átéltem, például a megaláztatást nagyon erősen, és nem csak egy ember által, több ember által, és lehet, hogy voltak olyan helyzetek az életemben, amelyek során, el akartak lehetetleníteni, vagy akár esetleg azt akarták, hogy én ne legyek, vagy ne tudjak tevékenykedni. Ezért mondtam azt, hogy ez a történet nagyon erős, és nagyon mélyre nyúl. Jó kérdés, hogy az ember mennyire szeret, vagy tud mélyre nyúlni. Hát ma mélyre kell nyúlni ahhoz, hogy ezt a történetet fel tudjam dolgozni. Hogy elmondjam a tapasztalataimat, a meglátásaimat, a gondolataimat, az érzéseimet. Szerintem nehéz lesz. De ahogy mondtam, talán most már egy picit könnyebb, mert sok minden oldódott bennem. Néhány hónappal ezelőtt, vagy mondjuk még fél évvel ezelőtt, vagy néhány évvel ezelőtt biztos, hogy nem tudtam volna beszélni erről a történetről, noha pedig hát mondtam azt, ugye, hogy kb. 30 éve ismerem. És 30 éve igazából nem nyúltam hozzá ehhez a történethez, ismerni ismertem, és tudtam, hogy miről szól, és lehet, hogy voltak olyan helyzetek, amelyek során megemlítettem, de annyira velősen, mélyen nem boncolgattam még ezt az ügyet. Néhány héttel ezelőtt újra megnéztem ezt a filmet, és mondjuk azt, hogy belőlem nagyon erős indulatokat váltott ki. Nyilván, hogy azért, amit mondtam, mert lehet, hogy én is átéltem hasonló helyzeteket, vagy mondok még valamit. Nagyon sok ilyen esettel találkoztam, amelyeket én szintén nem tudtam kezelni, nem tudtam úgymond lenyelni, helyre tenni, amelyek ugyanúgy nagyon mély indulatokat váltottak ki belőlem. Főleg, ugye, az apuka személyisége, karaktere, akit Szirtes Ádám alakított. Egyébként, ha most arról beszélünk, hogy milyen volt ez a szerep megformálás, akkor zseniális, mert végtelenül utáltam ezt a férfi temet történetben, persze nem Szirtes Ádámot, hanem azt a fajta karaktert, amit megjelenített. Nagyon-nagyon utáltam, nagyon haragudtam rá, és hát azt is mondhatnám, hogy mélységesen megvetem, vagy megvetettem. És volt egy-két olyan rész, amit nagyon nem is tudtam végignézni, mert, mert amit mondtam, olyan indulatokat váltott ki belőlem, hogy legszívesebben odamentem volna, és nem tudom, mit csináltam volna ezzel a férfival. Nem mellesleg, én nagyon nem szerettem azt, amikor két ember úgy él egymás mellett, mondjuk egy férj és egy feleség, hogy, a feleség abszolút alárendeli magát, ahol tulajdonképpen a nőnek nincs semmilyen beleszólása a különböző helyzetekbe, ügyekbe, ahol a férfi agresszív, és ahol százszázalékosan ő hordja a nadrágot, és mindent ő mond meg, és ahol megalázza a többieket. Szóval én ezt a fajta változatot nem tudom elfogadni, semmilyen szinten, semmilyen formában. Lehet, hogy nekem is voltak ilyen kapcsolataim, vagy helyzetek az életemben annak idején, amikor különböző emberek próbáltak rajtam uralkodni. És voltak olyanok is, igen, akik agresszívak voltak. Hát ezeket az embereket magam mögött hagytam. Hála a jó égnek, hogy sikerült ebből kibújni, de tudom azt, hogy vannak olyanok, akik nem tudnak kilépni egy-egy ilyen kapcsolatból, vagy akár házasságból, hát hála a jó égnek én házas soha nem voltam, hát, mert akkor biztos, hogy sokkal nehezebb ugye, eljönni egy-egy ilyen kapcsolatból, és tudom azt, hogy teljesen más a felállás akkor, hogyha mondjuk már van egy gyerek. Ugye ez a történet egy házas párt jelenít meg, és nekik volt egy fiúk, Hát szerintem itt ez a srác olyan 11-12 éves lehetett körülbelül, ugye? Hát én úgy tippelek, hogy körülbelül egy olyan 11-12 éves fiút játszhatott, ugye, Geiger János. És egy ilyen kis vidéki házikóban nyaralnak, egy ilyen parasztházban, amit én imádok. Tehát nekem nagyon-nagyon tetszik az a környezet, ahol ezt a filmet forgatták. Én nagyon szívesen elfogadnék egy ilyen házikót, akár például a Balaton partján, vagy Balaton felvidéken, és én nagyon szívesen élnék egy ilyen helyen. Tehát nem csak nyáron, hanem mindig. Nagyon-nagyon tetszik ez a millió. Viszont az már nem tetszett, ahogyan ők éltek. Ugye Szirtes Ádám egy olyan férfit, családfőt jelenített meg, alakított, aki nagyon rideg volt. Hát ahhoz képest, hogy milyen gyönyörű helyen nyaraltak, vagy töltötték el a szünidőt a saját házukban, nyaralójukban, gondolom, hogy ez az volt, igen. Hát ahhoz képest, hogy egy nagyon rideg ember volt, valaki, akiben nem igazán volt szeretet, legalábbis ugye emel történet által ez derül ki. Persze jó kérdés, hogy volt-e benne, de majd ezt a végén fogom jobban kibontani. És ott volt mellette Vaséva, akit én nagyon-nagyon szeretek, szerettem, aki egy lágy, megértő anyukát játszott, valakit, aki nagyon kedves volt, figyelmes, törődő, és aki nagyon szerette a fiát. Hát ellentétben ugye az apukával, mert a történet nagyon rövid történet által az derült ki, hogy az apuka igencsak nem kultiválta a saját gyerekét, a fiát, és ugye látszott az, hogy egy gyerekük volt, és már nem voltak ők annyira fiatalok, tehát ha most azt nézem, vagy azt néztem, hogy szírtes Sádám körülbelül hány éves férfi talakíthatott eme történetben, akkor szerintem olyan 50 és 60 év közötti apukát, és hát volt egy 10-12 éves fia, tehát ők már nagyon nem voltak fiatal szülők, és hát vasévasan volt már akkor annyira fiatal, Na most igen, látszott az, hogy a srác ugye egyke volt, és így élt ugye a már picit korosodó szülőkkel. De hát nyilván ez egy rövid történet, és nagyon sok mindenre csak következtetni lehet, hiszen rengeteg minden ugye nincs bemutatva, csak a fő lényeg, és ezért is szeretem egyébként kosztolányi alkotásait, mert ő mindig a lényegre tört és sűrített. Ő nagyon erős, sűrű műveket, gondolatokat, érzéseket adott át mindig is, tehát ő nem kertelt, nem húzta, nem ből bőlére, mondjuk úgy, hogy a különböző történeteket, jelenségeket. Én jobban szeretem ezt a fajta műfajt, amikor nincs valami agyonbeszélve, amikor valaki tényleg a lényegre tör, és a velejét veszi ki mindenből. Bár én mondjuk arra következtetek, hogy... hogy Hát ez a fiú, kisfiú, úgymond egy későn született gyerek volt. Hát jó kérdés, hogy várva várt gyermek volt-e, vagy nem, hát az anyuka révén biztosan, de az apuka révén nem biztos. És szerintem ezt a fajta kérdést is nagyon erősen vizsgálni kell majd a mai történetben, vagy elemzésben. Az is lehet, hogy ma egy kicsit átevezünk a pszichológiai, Berkekbe, vagy mély vízbe, és akkor így fogom valahogyan kibontani ezt a történetet, mindenképpen a saját gondolataim, érzéseim és tapasztalataim által. Azt tudom, és mindig is tudtam, láttam, hogy nagyon sok olyan eset van, amikor az apukák nem kötődnek annyira a gyerekekhez, mint az anyukák. Szerintem eme film kapcsán is erről kell beszélni, hogy az anyukához sokkal közelebb állhatott a fiú, az apukához nem. Ahogy mondtam, ez a férfi egy nagyon rideg, és szerintem agresszív valakit, alakot jelenített meg. Nagyon nem lehet könnyű egy ilyen emberrel együtt élni, én nem is tudnék egy ilyen emberrel eltölteni, szerintem még pár órát sem, Persze, ahogyan mondtam, nagyon jó kérdés az, hogy mi van akkor, hogyha ezek a dolgok csak később jönnek ki, amikor már van család, amikor már bizonyos emberek így összeházasodtak eképpen. Hát ezért mondtam azt már nagyon sokszor, hogy szerintem először meg kell egymást ismerni, és én mondjuk egy ilyenfajta kapcsolatra, kapcsolódásra biztos, hogy nem építenék föl semmit. Tehát, hogyha látnám azt, hogy valaki ennyire rideg, agresszív, valaki, aki Megalázza, ócsárolja a többieket, hát én nem tudom, de szerintem az ilyen embereket el kell hagyni, vagy nem is nagyon kell velük, szerintem foglalkozni. Persze, ez sok-sok idő után derül ki, vagy derülhet ki, bár nem biztos, hogy olyan hosszú idő után lehet, hogy már az elején is lehetnek olyan helyzetek, amelyekből ezt lehet látni. De persze nagyon jó kérdés az, hogy mi van akkor, hogyha ez a, mondjuk azt, hogy vérmérséklet, akkor kerül felszíre, amikor már házasok, az illetők, és már van gyerek. De hát gondolom, hogy Szirtes Ádám egy olyan valakit alakította, aki mindig is ilyen volt. És ugye mondtam, itt egy 10-12-13 éves fiúról kell beszélni, körülbelül, és Hát nyilván, hogy ez alatt az idő alatt is ő így viselkedett, és gondolom, hogy fiatalabb korában is, hogyha a karaktert vizsgálom. Tehát jó kérdés az, hogy például az a nő, akit ugye Vaséva alakított, hogyan tudott emellett a férfi mellett meglenni. Főleg úgy, hogy mondjuk látta azt, tapasztalta azt, hogy a gyereket is, a saját gyereküket is bántja. Persze tudom azt, hogy vannak olyan kapcsolatok, amit mondtam, ahol a férfi hordja százalékosan a nadrágot, és a nő igazából semmibe nem szólhat bele. De hát most erre is csak azt tudom mondani, hogy ez is döntés és választás kérdése, tehát nem muszáj benne maradni egy ilyen kapcsolatban. El lehet válni. Én biztos, hogy elválnék. Tehát, hogyha egy ilyen dolog kiderülne, akkor én, én azon lennék, hogy minél hamarabb elváljak egy ilyen embertől, és inkább egyedül nevelném a gyerekemet, a fiamat, mint egy, bocsánat, ugye, ezt mondom, de mint egy ilyen vadállat társaságában, mert szerintem nyugodtan mondhatjuk azt, hogy ez a férfi egy vadállat volt, nagyon mély rejtett agresszióval, illetve hát annyira nem is rejtette véka alá azt, hogy ő benne mennyi agresszivitás volt, és ezt főként ugye a fürdés jelenet által ö, látszott leginkább, de erről majd ugye később fogok beszélni. Látszott az is, hogy ez a kisfiú egy nagyon aranyos, szerény kis rác, és ahogyan mondtam, az anyuka is egy nagyon kedves nő volt, valaki, aki gondoskodó, lágy, szelíd, szeretetteljes ember. Ahogyan mondtam, én vasévát amúgy is nagyon szerettem. Róla is készítettem egy hosszabb felvételt az ő film szerepeiről, szerintem érdemes meghallgatni. Igen, én azt gondolom, hogy számára nagyon jól állt ez a szerep, de ahogyan mondtam, azt a fajta karaktert, akit ugye Szírtes Ádám jelenített meg, végtelenül utáltam. Nagyon-nagyon haragudtam rá, és nagyon nehezen néztem végig azt, ahogyan sapulta a gyereket. Hát én ezt nem hagytam volna. Ha mondjuk én lettem volna az anyuka, vagy én lettem volna ennek a férfinek a felesége, bár mondjuk, ahogyan mondtam, én nem lettem volna, mert én egy ilyen emberrel ö, szerintem nagyon beszélgetni sem beszélgetnék, sőt, biztos, hogy nem. De hogyha mégis egy ilyen helyzetbe kerültem volna, vagy én alakítottam volna egy ilyen ö, szerepet az életben, akkor én nem engedtem volna meg azt, hogy ő így beszéljen a közös gyerekünkkel, hogy rágalmazza, hogy rossz színben tüntesse föl. Persze, ahogyan mondtam, tudom azt sajnos, hogy nagyon sok nő úgymond védtelen, mert hát a férfiak sok esetben fizikálisan is erősebbek, és mindenhogyan, hát mondjuk ez nem mindenhol van így. Mondjuk velem nem nagyon lehet ilyen szempontból próbálkozni, tehát én mindig is megvédtem saját magamat, és soha nem engedtem meg azt, hogy valaki hatalmat gyakoroljon felettem. Igen, beszélhetünk arról, hogy ez a férfi nagyon erős hatalmat próbált gyakorolni mindenki felett, és gondolom, hogy nem csak a családja fölött, hanem hát a munkahelyén is. Vagy lehet, hogy a munkahelyen, vagy az életmás más szegleteiben ő nem tudta kiélni az agresszivitását, vagy nem jutott előre, lehet, hogy nem volt elégedett, éppen azért hát azokat bántotta, akik gyengébbek voltak, kisebbek, fiatalabbak, hát úgy, ahogy az ő fia. Tehát szerintem egy nagyon aranyos, szerény kisfiúról kell beszélni, és egy olyan anyukáról, aki hát én azt gondolom, hogy egy nagyon szeretetteli nő lehetett, és nagyon nem illett melléjük az a férfi, aki hát egy olyan típust jelenített meg, aki mellé szerintem igazából senki nem való. Én azt mondom, hogy az ilyen típusú embereknek egyedül kell élniük. Sőt, azt is mondom, hogy az ilyen típusú embereket magukra kell hagyni. Nem szabad ilyen emberekkel szerintem kóperálni, mert az ember nagyon erősen megihatja ennek a történetnek a levét. Hát úgy, ahogy a, tulajdonképpen nem filmben is ez előkerült. Egy hétvégi vasárnapi ebédről szól ez a történet, arról, hogy készülődnek megebédelni, és a kisfiú egyedül van, majd az anyukája ebédhez szólítja, leülnek hárman ugye egy asztalhoz, és ahelyett, hogy szépen megebédelnének, nyugodtan, és akár csodálatos dolgokról beszélgetnének, hogy az apuka elkezdi szapulni a saját gyerekét. Hát úgy beszél vele, mint hogyha nem is a saját gyereke lenne, és mint hogyha végtelenül haragudna rá, de mondok még valamit, mint hogyha nagyon-nagyon utálná a saját gyerekét. Hát nekem ez jött le. Én azt éreztem folyamatosan, hogy őt rettenetesen irritálta a kisfiú, sőt, valamilyen szempontból szerintem undorodott a saját gyerekétől. Persze jó kérdés, hogy a gyerektől undorodott, vagy saját magától. Én azt gondolom, hogy ebben a történetben főleg ezt kell vizsgálni: hogy az apukkal miért volt ennyire agresszív, bántó, bántalmazó, és miért volt benne egy nagyon erős ellenállás a saját fiával szemben. Ahogyan mondtam, tudom azt, hogy vannak olyan férfiak, akik nem ragaszkodnak, vagy nem tudnak annyira ragaszkodni a gyerekükhöz. És beszélhetünk itt a lányokról, a fiúkról is, mert szerintem nem igaz az, hogy, hogy a férfiak csak lehet, hogy a fiú gyerekükhöz nem ragaszkodnak annyira. Hát én tudnék olyan eseteket is felsorolni, ahol az apukák mondjuk a lányokhoz, a kislányokhoz sem ragaszkodnak, és lehet, hogy úgy élnek egymás mellett 20-30 évig, hogy azt sem kérdezik meg a gyerektől, vagy a fiataltól, hogy hogy vagy, mit csinálsz, mivel foglalkozol, és nem segítenek nekik semmiben. Fú, rengeteg ilyen történet van. Azt is tudom, hogy nagyon sok ember apa nélkül nőtt föl. Vannak olyan családok, vagy mondjuk azt, hogy csonka családok, ahol az apuka abszolút -e hiányzik, vagy hiányzott ebből a történetből, ebből a körből. Vannak olyan férfiak, akik már a gyerek születése előtt lelépnek, közben vagy utána rögtön, vagy akár néhány évvel később. De lelépnek. Tehát ez a lényeg, hogy vannak olyanok, akik tényleg egyik napról a másikra becsukják a kaput, és vissza sem néznek. És egyáltalán nem foglalkoznak azzal, hogy nekik van egy gyerekük, vagy két gyerekük, vagy több gyerekük, hogy volt egy feleségük. Persze mindig nagyon jó kérdés, hogy ez az eset miért történik meg, hogy ezek az emberek, vagy férfiak miért döntenek úgy, hogy elhagyják a családjukat, vagy hogy esetleg csak az úgymond gyerek készítésénél vannak ott, finoman fogalmazok, aztán utána pedig egyáltalán nem érdekli őket az, hogy milyen lesz ez a születendő csemete. Nagyon sok olyan művészt is ismerek, akik apahiányosak, akik apa nélkül, apa kép nélkül nőttek föl, rögtön meg kell említeni Latinovics Zoltánt, hiszen ő is így nőtt föl. Persze, mondhatjuk azt, hogy lehet, hogy ez egy sokkal jobb változat, mint az, amikor valakit az apja folyamatosan bántalmaz. Ha választani kellene, akkor én azt mondanám, hogy inkább jobb egyedül élni, vagy inkább jobb apa nélkül felnőni, mint úgy, hogyha az apuka folyamatosan rágalmazza, bántalmazza a saját gyerekét, vagy hát akár még ugye a feleségét is, vagy hát a többi családtagot, tehát akkor szerintem inkább jobb egyedül. De én úgy gondolom, és az a tapasztalatom, hogy ez mindenféle kapcsolatra igaz. Én inkább élek egyedül, mint olyan emberekkel, akik ilyen rossz beidegződéssel működnek. Szerintem vannak olyan emberek, akiket nagyon erősen kezelni kellene, mert nagyon sok kárt tesznek vagy tehetnek másokban és mert nagyon veszélyesek a külvilágra. Mondhatjuk azt, hogy ez a férfi is egy ilyen típusú lényt alakított, vagy jelenített meg. Ő egy nagyon veszélyes ember volt, mert ahogyan mondtam, rengeteg minden volt benne rejtve, nagyon mélyen. Ő egy nagyon agresszív ember volt, és rengeteg minden munkált benne, rengeteg dű, nagyon sok elfojtott méreg, indulat, rengeteg indulat volt ebben a férfiben, ami ugye elő is jött a családi ebéd által. És a gyereket folyamatosan szapulta, mondhatnám azt is, hogy zaklatta, molesztálta ebéd közben. Tehát ezt szerintem nem lenne szabad megengedni, én biztos, hogy nem engedném meg. Én nem engedtem volna meg, a nő helyében például nem engedtem volna meg, én leállítottam volna, és megmondtam volna neki, hogy hagyja békén a gyereket, ne zaklassa ebéd közben, és egyébként is próbálja meg normálisan beszélni. Szóval lehet lépéseket tenni akkor, hogyha ilyen helyzetek vannak, és szerintem kell is lépéseket tenni. De ugye ez a történet nem erről szólt, és hát meg is lett a vég kimenetele. Én azt gondolom, hogy ez a nő túl sok mindent hagyott és engedett meg a férfi számára. Egy nő is nyugodtan úgymond felveti a kesztyűt, vagy mondjuk úgy, hogy egy nő is hordhatja azt a bizonyos nadrágot, nem kell mindig a férfiaknak átadni az irányítást, sőt, én azt gondolom, hogy nagyon sok esetben a nők sokkal több mindent látnak, tudnak, éreznek, és szerintem nem lenne szabad olyan kapcsolatokban működni, ahol hierarchia van. Hát ebben a kapcsolatban hierarchia volt. Hát a fér férfi volt a, a megmondó ember, a minden tudó, aki egy nagyon határozott valaki volt. Hát jó kérdés, hogy határozott volt-e vagy sem, de legalábbis ő annak akar tűnni. Saját magát fölmagasztalta, a gyerekét, a kisfiát pedig a sárba tiporta. És ahogyan mondtam, nagyon erősen megalázta. Lehet, hogy csak az anyukája előtt, de akkor is megalázta. És én azt gondolom, hogy ezt soha senkinek nem lenne szabad hagyni, megengedni. De tudom azt, hogy rengeteg ilyen helyzet van, nap mint nap találkozom ilyen helyzetekkel, vagy ha az ember csak kinyitja az ablakot, és hallja azt, hogy a járókelők hogyan beszélnek mondjuk a saját gyerekükkel, akkor szerintem napjainkban bőven lehet ilyen helyzetekkel találkozni hogy az emberek közül nagyon sokan felnőttek, felnőttek, kérdőjel van a mondat végén, szülők, kérdőjel van a mondat végén, hogy fitoktatják azt, hogy ők idősebbek, és a kisebb gyerekeket pedig hát megalázzák, és maguk alá utasítják. Vannak olyan emberek, akik nagyon-nagyon csúnyán beszélnek a saját gyerekükkel, mindent, tehát mindent megengednek saját maguknak. Tudjuk azt, hogy rengeteg családban bántalmazzák a gyerekeket nagyon erősen, és sajnos ez nem csak a mai korszakra igaz, szerintem Beszélhetünk valamennyi korszakról. Hát jó kérdés mondjuk az, hogy ebben a filmben ez a férfi mondjuk verte el a saját gyerekét, vagy csak szóban alázta meg, bár én azt gondolom, hogy a szóbeli megalázás és eltiprás is nagyon mély nyomokat hagy az emberben, és ezt sem lenne szabad megengedni. Szerintem ezeket a helyzeteket, eseteket folyamatosan jelenteni kellene, ahhoz, hogy ilyen ügyek ne történjenek meg, vagy legalábbis sokkal kevesebbek legyenek, mint hát amennyi van. Szóval én nagyon utáltam ezt a karaktert eme történetben, és ahogyan mondtam, hát én ahogyan ismerem magam, én biztos, hogy nem engedtem volna ezt meg. Tehát én nem hagytam volna azt, hogy a férfi uralkodjon. Hát mondjuk én soha nem is engedtem meg ezt. De akár a különböző más interakciók terén sem, vagy egy munkahelyen sem. Tehát én ezt soha senkinek nem engedtem meg, és még talán úgy sem, ha mondjuk olyan helyeken dolgoztam, ahol voltak ugye főnökeim. Én ezt a főnökeimnek sem engedtem meg soha, hogy sárba tiporjanak, vagy hogy megalázzanak. Nem szabad megengedni senkinek, még akkor sem, hogyha mondjuk te egy alkalmazott vagy, és van mondjuk egy főnököd, aki hát nyilván azt hiszi, hogy sokkal följebb van ugye nálad vagy nálunk, és és éppen ezért azt érzi, hogy ő bármit megengedhet magának a többiekkel szemben. Nem, ilyen nincsen. Tehát ezért mondtam azt, hogy ezeket az ügyeket folyamatosan jelenteni kell. Egyrészt másrészt pedig az embernek ki kell állni a saját magáért. Persze itt arról kell beszélni, hogy eme történet főszereplője egy kisfiú volt, aki még nem tudott kiállni saját magáért, ezért kellett volna az anyukának kiállnia a gyerekért, és szerintem ennek a nőnek már rég el kellett volna válnia ettől a férfitól, és nem hagyni azt, hogy őket ilyen formán zaklassa. De sajnos ez nem történt meg, és ahogyan láttam, a nő nagyon sokszor még, ugye, hát ki is szolgálta ezt a férfit. Hát ahogyan zabált ez a férfi, pfú, ebben a történetben, azt is végtelenül utáltam. Mondhatnám azt is, és bocsánat, hogy ezt kimondom, de egy végtelenül undorító jellemet jelenített meg, de hát nyilván ez volt a cél, hogy ilyen indulatokat váltson ki belőlünk ez a karakter, és természetesen még egyszer mondom, nem szírtes Ádámra kell gondolni, mert ő csak eljátszotta ezt a szerepet, hanem arra a karakterre, amit ő megjelenített. És egyébként vannak ilyen típusok. Tehát ő egy tipikus, ö, ö, konkrét jelenséget, vagy hát azt nem mondom, hogy egy általános mintát jelenített meg, de tudom azt, hogy nagyon sok ö, ilyen ö, eset létezik. És vannak olyan családok, ahol például a férfiak, az apukák ugyanígy működnek. Persze szerintem nagyon jó kérdés az, hogy erre a férfire lehetette azt mondani, hogy ő apa, apuka. Hát szerintem nem nagyon, mert én igazából azt gondolom, hogy egy apukának nem csak az lenne a feladata, hogy megteremtse a családi hátteret, már mint az anyagi hátteret, hanem hogy gondoskodó legyen, ugyanúgy, ahogyan az anyuka szeretetteli, és hogy ne bántsa mondjuk a családtagokat. De én igazából ezt soha nem értettem. Hogy miért vannak olyan emberek, akikben ennyire erősen el van folytva az agresszivitás, és hogy hogyan lehetséges az, hogy bántalmazzák a gyerekeket, akik védtelenek, akik sokkal gyengébbek. És ugyan mondtam a szóbeli bántalmazás, mert itt ez történt, lehet ugyanolyan káros, és ugyanolyan mély nyomokat hagyhat a gyerekben, hogy a gyerekekben nagyon nehéz ezeket úgymond kikódolni, felülírni, vagy megemészteni. Az is lehet, hogy vannak olyan ügyek, amelyeket egész életünkben hordozunk, és nem tudunk soha megoldani saját magunkban. Szerintem nagyon fontos az önvizsgálat, és az is, hogy mi milyen családból jövünk, származunk, és akkor itt feltétlenül beszélni kell arról, hogy kinek milyen kapcsolata volt van a saját apukájával. Az az igazság, hogy én nagyon sokféle elemzést végeztem. És az a tapasztalatom, az a meglátásom, hogy szinte nincs olyan ember a Földön, vagy hát most beszéljünk azokról, akikkel eddig én konzultáltam, hogy valamilyen blokk ne legyen a gyerekek és a szülők között. Nagyon sok olyan nővel is konzultáltam, akik vagy apahiányosak voltak, vagy lehet, hogy ott volt az apuka, de nem törődött igazán, velük, vagy bántalmazta őket, vagy nagyon ridegek voltak, stb. Persze, ahogy mondtam, nagyon sokféle eset lehet. Van olyan is, amikor az apuka abszolút kivonul a történetből, de szerintem akkor ez még mindig jobb, mint hogyha úgy lenne ott jelen, hogy folyamatosan bántalmazza ugye a családtagokat, tehát, hogyha választani kellene, akkor én azt mondom, hogy akkor inkább az ember valahogyan próbáljon meg egyedül lenni és működni, vagy mást keresni, mert én hiszek abban, hogy azért vannak olyan emberek, akik normálisak és nem agresszívak, és igaz ez a különböző kapcsolatok terén is. Hát, hogyha több ilyen kapcsolat van, akkor is mindig ki kell lépni, tovább kell menni. Szerintem soha nem jó az, hogyha az ember beleragad ezekben a helyzetekben, mert nagyon el lehet veszni, és nagyon veszélyesek is ezek a fajta kapcsolatok, vagy akár ezek az emberek, mert nagyon komoly tragédiák is történhetnek, hát úgy, ahogyan eme filmben. Na most igen, hát látjuk azt, hogy a férfi folyamatosan próbálta kérdezgetni a gyereket, hogy mit tud, mit nem tud, de főleg arra volt kíváncsi, hogy mit nem tud a szegény, és hogy Hát ugye azért zaklatta folyamatosan, hogy ő miért nem tanul, hogy ő belőle nem lesz semmi, hogy ő egy értéktelen senki. Hát így fölnőni, és ilyen mondatokkal folyamatosan szembesülni, az szerintem a legrosszabb, amikor valakinek a saját anyukája vagy apukája lebecsmérli, és senkinek kiáltja ki a gyereket, de ahogy mondtam, szerintem nagyon sok ilyen eset lehet napjainkban is, és azt is gondolom, hogy lehet, hogy nem is nagyon van olyan ember, aki még ilyen helyzeteket ne élt volna át. Akár a szülők által. Persze nagyon jó kérdés az, hogy miért lehet az, hogy vannak olyan szülők, akiket komolyan, konkrétan irítál a saját gyerekük. Egyszer volt egy ilyen beszélgetésem, nem én kezdeményeztem, egy velem egykorú nővel, és ő mondta el azt, teljesen úgymond önszántából, hogy őt a saját gyereke idegesíti. De tudja nagyon jó, hogy ezt nem mondhatja ki sehol, nem mondhatja el azt, hogy a világból kimenekülne már, mert hogy egyszerűen nem bírja elviselni a gyerekének a stílusát, azt, hogy állandóan a gyerek valamivel nyaggatja, és hát, hogy nagyon nehezen van. Szóval igen, vannak olyanok, akik ezt bevallják, és azt is bevallotta, hogy ő legszívesebben elvonulna most valahova, és ott hagyná valahol a gyereket. Persze lehet, hogy nem örökre, de egy időre igen, mert hogy, hogy ő, hát ezek szerint nem azt kapta meg ettől a, az állapottal, amire ugye várt. Ugye nagyon sokan azt gondolják, hogyha születik egy vagy több gyerek, és megházasodnak, az feltétlenül boldogságot fog okozni a későbbiekben, de szerintem nagyon sokan rájönnek arra egy idő után, vagy akár már nagyon hamar, hogy ez nem egyenlő a boldogsággal. Nagyon sokan szenvednek különböző kapcsolatokban, házasságokban, mert el vannak nyomva, ugye? Hát úgy, ahogyan tulajdonképpen ebben a történetben is ez megjelent, hogy Hát a kisfiú nagyon erősen el volt nyomva, szerintem a nő is, bár azért ő próbálta mondani azt, hogy, hogy hogyan kellene másképpen működni, és hogy az ő fia nem ilyen, de szerintem ennek a nőnek nagyon nem lehetett otthon szava. Látszott az, hogy csak a férfi nyilvánulhatott meg, nagyon erősen, és igazából ő bármit mondhatott, és fröccsökhetett, és amikor... Így potyogott ki a szájából a kaja, hát azt mondtam, hogy te jó Isten. Na szóval az ilyen típusú emberektől a világból ki tudok menekülni. Fú, hát nagyon őszinte leszek, én találkoztam egyszer egy ilyen típusú emberrel. Nem mellesleg, aki hát az egyik munkahelyünkön működött, most nem akarok róla a közelebbi dolgokat mondani de ugyanilyen mélyrejtett agresszivitás volt benne, a kollégákat folyamatosan szapulta, megalázta, és úgy érezte, hogy ő bármit megtehet. És láttuk őt enni is, ugyanúgy potyogott ki a szájából a kajak közben, lehet, hogy fröcsögött, és borzalmas egy ember volt, hát szerintem fel kellett volna őt jelenteni, mert nagyon-nagyon súlyosan bántalmazta az akkori, ottani embereket szavakkal, lélektanilag, mindenhogyan, hát fizikálisan nem, de hát nem lehetetlen az, hogy, hogy ez is előtérbe került volna, bár ez az eset, illetve sok eset 20 évvel ezelőtt történt, tehát én 20 évvel ezelőtt szembesültem ezzel az emberrel, de tudom, hogy vannak ilyenek, és mivel ő is egy ilyen pozícióban volt, tehát egy úgymond magasabb pozícióban, ezért azt gondolta, hogy ő bármit megtehet, állandóan ordibált, folyamatosan ordítozott, trágárszavakat használt, megfélemlítette az embereket, Sajnos én akkor sokkal fiatalabb voltam, ma már én ezt biztos nem hagynám. Én biztos, hogy, hát ha most történne egy ilyen, én biztos, hogy feljelenteném ezt az illetőt, akkor még 20 évesen, vagy 19 évesen nem voltam ennyire karakán és határozott, és sajnos nem álltam ki 100%-osan saját magamért, bár mindig próbáltam különböző megoldásokat javasolni, és akár neki is visszaszólni, de Hát sajnos igazi összefogás nem született. Aztán én pontosan ezért jöttem el erről a helyről, mert ez az ember kibírhatatlan volt. Tehát olyan súlyos dolgai voltak, és olyan mély rejtett agresszivitás volt benne, hogy hát neki nem lett volna szabad emberekkel dolgoznia, szerintem őt kezelni kellett volna. Innen is üdvözlöm. Tehát igen, őt kezelni kellett volna nagyon erősen. Nem tudom, hogy most mi van vele. Remélem, hogy most már nem foglalkozik emberekkel, mert nagyon mély sebeket ejtett felnőtteken is, és mindenkin, tehát igazából ő nem foglalkozott semmivel. Tehát ő azt gondolta, hogy ő bármit megengedhet saját magának. Sajnos, sajnos, igen, ez így van. És igazából az is sajnos, vagy az is nagyon szomorú, hogy ez az eset, vagy nagyon-nagyon sok ilyen eset nem került nyilvánosságra. Ezért mondtam azt, hogy ilyen eseteket mindig nyilvánosságra kell hozni. Na most persze, mondjuk azt, hogy kosztalányi műve, hát nem is azt mondom, hogy egy teljesen másfajta történetet dolgoz fel, mert ez nem igaz. Én azt gondolom, hogy ez egy alap. Tehát ez valamilyen szempontból szerintem egy minta. De én azt gondolom, hogy Kosztolányi mindig is ilyen mintákat adott. Ő nagyon sok ilyen mintát vázolt föl. Ő nagyon ismerte az emberi jellemet, hogy ki milyen. Milyenek az emberek? Jó kérdés, hogy mondjuk ezt a történetet ő honnan merítette, vagy mi alapján írta? Hogy teljesen a saját fantáziája alapján írta meg, vagy találkozott ilyen helyzetekkel, történetekkel, vagy egy tipikus, konkrét történettel? Ezt sajnos már nem tudjuk megkérdezni, de ahogyan mondtam, szerintem nagyon sok esetben ilyen mintákat vázolt föl. Minden egyes akár novellája által. Most mondhatjuk azt, hogy a fürdés című novella és a belőle készített film is ilyen. Én azt gondolom, hogy napjainkban is rengeteg ilyen eset van, lehet, hogy egyre több, sajnos. És hogyan mondtam, nagyon jó kérdés az, hogy miért van az, hogy, a, hogy, hogy, vannak olyan férfiak, és persze tudom, hogy nők is, de most beszélünk ugye a férfiakról, akiket szó szerint irritál a saját gyerekük, és akár a fiúgyerekük hogy miért nincs szimbiózis, hogy mi az, amit elutasítanak. Én azt gondolom, hogy egy másik ember mindig tükör, tehát mindenképpen itt a férfi jellemét kell vizsgálni, nem a kisfiúval volt baj nyilván. A kisfiú valamilyen szempontból csak tükröt tartott az apja számára. Azt is tudjuk, hogy eme történetben ez a fiú nem volt valami túl jó tanuló, hiszen azt is elmondták, hogy ő valamilyen tantárgyból ugye megbukott. És volt egy nyár arra, hogy felkészüljön, de hát ő nem volt túl erős ebben a fajta változatban, és valószínű, hogy az apja szégyenkezett miatt, sőt, hát ugye ezt el is mondta. És ugye a latin szavakat, mondatokat kérdezgetett tőle, hát nyilván latinból bukott meg a gyerek, vagy lehet, hogy másból is, de most az a lényeg, hogy azt próbálgatta, hogy a gyerek... Fejlődik, nem fejlődik, hogy mi az, amit tud, vagy inkább mi az, amit nem tud. És szerintem ő szándékosan terrorizálta a saját gyerekét lelkileg. Én ezt vettem ki ebből a történetből, mert fitoktatni akarta a felsőbb rendőségét, És tudom azt, hogy vannak olyan emberek, akik örömet lelnek abban, hogyha egy másik lényt megalázhatnak. Mert itt erről kell beszélni, hogy ő a gyerekét folyamatosan megalázta az ebéd közben. Tehát a gyerek nem tudott nyugodtan enni. Hát csoda, hogy még nem kapott gyomorfekét a kisfiú. Lehet, hogyha még tíz évig együtt éltek volna, és nem történik meg ez a tragédia, akkor a gyerek biztos, hogy előbb-utóbb vagy gyomorfekét kap, vagy hát valami más betegség kijött volna rajta. Mert ha valakit állandóan negatív energiákkal bombáznak, az előbb-utóbb beteggé válik. Nagyon súlyos beteggé. Akár fizikálisan, akár lelkileg, vagy is-is. Nagyon mély, erős depresszióba lehet így zuhanni, főleg akkor, hogyha a szülők bántalmaznak, becsmérelnek, nem fogadnak el, stb. stb. De ahogyan mondtam én ezt, soha nem értettem, hogy... Egyrészt az ilyen típusú emberek miért vállalnak gyereket? Ha tudják nagyon jól, hogy ők nem fognak tudni működni egy olyan, ilyen kapcsolatban. Persze, én azon is elgondolkodtam már, hogy lehet, hogy vannak olyan emberek, akik pont azért vállalnak gyerekeket, hogy legyen valakin kitölteni a mérgüket, és hogy valakin uralkodhassanak. Szerintem most egy nagyon fontos dolgot mondtam ki. Igen, én azt gondolom, hogy vannak olyan lények, akikben lehet, hogy tudattalanul, de ez megfogalmazódik, ott van belülményen, hogy kellenek olyanok, akiken uralkodni tudnak, akiken a mérgüket ki tudják tölteni. És nyilván, hogy egy kisebb, vé védtelenebb emberként ezt előbb meg tudják tenni, csinálni, mint valakin, aki mondjuk náluk is esetleg erősebb, vagy magasabb pozícióban van. Igen, tehát az agresszív emberek, Ugye mindig a kisebbeket találják meg, mert azokkal úgymond könnyebben el tudnak bánni. És azt is tudom, hogy úgymond a felnőtt társadalomban is idézőjelben van a felnőtt szó, milyen szinten bántják egymást az emberek, hogy kifigurázzák a másikat, és főleg azokat, akik esetleg nem annyira erősek, akiket nem védelmezik, akik. Hát nem tudnak olyan dolgokat felmutatni, és általában ezeket az embereket azok bántják, akik, akik valamilyen hatalmi pozícióban vannak, magyarán kihasználják a gyengeségüket. Nem kell messzire menni. Szerintem mi egy ilyen országban élünk, sajnos. Hogy kihasználják az emberek gyengeségeit. Azt, hogy az emberek el vannak fáradva, ki vannak zsigerelve, szipolyozva, meg vannak fosztva lassan már mindentől. Mások meg uralkodnak, hatalmat gyakorolnak. Nagyon nehéz egy ilyen fajta állapotban túlélni. Sajnos ebben a történetben ez a kisfiú nem is élte túl az állandó szapulást, jó kérdés, hogy miért és hogyan történt meg ez az eset, és szerintem ezt kell a legerősebben vizsgálni, de megmondom őszintén, hogy már most egy picit így ráz a hideg, mert, mert nagyon félek ettől a történettől. És nagyon félek boncolgatni azt a jelenetet, amikor is ugye a kisfió meghal, megfullad, hogy ez miért történt, mert, nagyon mélyre kell lásnom, és olyan dolgokat is át kell most újra élni, amelyeket lehet, hogy én is átéltem már korábban, amivel szembesültem, és amiről tudom azt, hogy ma is jelen van a világban, bár ne így lenne. Ez a történet úgy folytatódik, hogy a férfi azt mondja, hogy ő ebéd után elmegy fürdeni, és az anyuka megkéri, hogy a kisfiút is vigye magával. Hát nyilván, hogy a férfi nem akar vele lenni, látszik rajta, hogy elutasítja a saját gyerekét. De a kisfiú csak utána szalad, hát a férfi nem várja meg. Tehát látszik rajta, hogy tipikusan undorodik a saját gyerekétől, bár hogy mondtam, persze jó kérdés, hogy a gyerekétől undorodik-e, vagy saját magától. Lehet, hogy ez a férfi saját magával nem volt jóban. Lehet, hogy igazából nem is a gyerekére haragudott, hanem saját magára, és ezért történt az, ami történt. Na most ugye ők elmennek fürdeni. Gobbi Hilda volt a kabinos néni, ő az, aki kinyitja, vagy kinyitotta nekik a kabinokat, ugye, ahol átöltözhettek. És bemennek a vízbe, és hát az apuka elkezdi dobálni a gyereket a vízben. Szerintem ez egy nagyon erős jelenet. És ez az, amitől én nagyon félek, nagyon félek kielemezni ezt, mert hát igazából mondhatnám azt is, hogy a saját életemet is nagyon erősen most elemezgetnem kell, és azokat az ügyeket, amelyek megtörténtek, hogy az ember milyen sérüléseket élhet át, hogy ezeket hogyan tudjuk feldolgozni, fel tudjuk -e egyáltalán hogy milyen kemény ügyeken mehetünk végig, akkor, ha nem szeretnek bennünket. Nem gondolom azt, hogy bárki azt mondaná, hogy ez az apuka emet történetben szerette a fiát. Hát nyilván mindenki azt mondja, hogy nem, nem szerette. Nem szerette az anyuka, igen, de a férfi nem. Most először, amikor ugye elkezdi a fiát dobálni a vízben, akkor még a gyerek kacag, boldog, mosolyog, mert hát végre az apukája foglalkozik vele, Bolondoznak, aztán az látszik, hogy a férfi egyre erőszakosabban, agresszívabban dobálja a gyereket. Na, ez az, amitől én egy kicsit így óckodom ettől a résztől. Mert itt jött ki belőle nagyon ez a folytott agresszivitás. Jó kérdés, hogy ezt a fajta dolgot, cselekedetet, máskor, vagy máshogyan is megtette már a férfi, vagy megtette volna, hogyha mondjuk ők nem együtt a vízben játszadoznak. De hát ez már rég nem játékról szólt, ez nem játék volt. Ez a fajta rész, jelenet életről, halálról szólt, illetve azt is mondhatnám, hogy inkább a halálról. Na most a férfi ugye elkezdi dobálni a gyereket egyre agresszívabban, és látszik az indulat. És talán az is, hogy benne van az, hogy ő megfolytja a saját gyerekét. Én, tehát volt benne egy olyan pillanat, amikor én ezt éreztem. Hogy lehet, hogy ő szándékosan mm, csinálta ezt így. Persze ez nincs kimondva ebben a történetben. Ezért mondtam azt, hogy Kosztolányi nagyon sokféle kérdést nyitva hagy. Minden egyes művében, ebben is. Jó kérdés, hogy ki mit mondana. Hogy a férfi szándékosan dobálta úgy a gyereket, hogy valami baja legyen, vagy ez egy véletlen baleset, vagy esetleg a gyerek döntött úgy önszántából, hogy inkább távozik az élők sorából, mint hogy egy ilyen apuka mellett nőjön föl. Sokféle változat van. Ezért mondtam azt, hogy rengeteg kérdést lehet boncolgatni ebbe a történet által. Ez a történet végtelenül erős. Nagyon mély, nagyon kemény. Fájdalmas, nehéz, és végtelenül szomorú. Szomorú, hogy valaki ennyire nem tud uralkodni önmagán. Szomorú, hogy egy felnőtt ember. Ennyire agresszív, hogy nem ismeri föl azt saját magán, hogy mennyire ártó. Szomorú, hogy gyerekeket bántalmaznak, és ahogyan mondtam, sajnos napjainkban is rengeteg ilyen eset van. Én azt is nagyon nehezen kezelem, hogyha mondjuk nyitva van a teraszajtó, ahol én élek, és elmennek az utcán különböző családok, és hallom, hogy a szülők milyen trágár szavakkal illetik a gyerekeket a leggusztustalanabb szavakkal, hogy hogy ordítanak a gyerekekkel, vagy esetleg még akár bántalmazzák is őket, és ilyenkor te nem tudsz mit csinálni. Mert beleszólni nem lehet, mert azonnal engem fognak, vagy engem vernének meg, nyilván, hogyha én most ebbe beleszólnék, hogy te hogy beszélsz már a saját gyerekeddel, ugye? Tehát, hogy nagyon sok ilyen esetet úgymond végig kell nézni, vagy végig kell hallgatni, mert nem tudsz mit csinálni. Szerintem minden ember életében volt már ilyen, lehet, hogy mindenki látott már, vagy hallott ilyen esetet, nem mindig látom ezeket az eseteket, valamikor csak hallom. Hallom, hogy hogyan ordítoznak a gyerekekkel, hogyan rugdossák őket, hogyan beszélnek velük trágárul, mindent megengedve, mint az állatok. Tehát vannak olyan emberek, akik olyan szinten kikelnek saját magukból, mint az állatok, illetve most az állatokat nem akarom megsérteni, mert az állatok sokszor ezerszer intelligensebbek. Egyszerűen ezt nem értem. Egyrészt, hogy hová fajult ez a világ? Hogy hogyan lehet az, hogy olyan abszurd esetek, helyzetek megtörténnek, amelyek amelyeket az ember még nem is gondol el. Tehát ö, egyszerűen őrület. Egyszer hallottam egy olyan esetet, amikor egy fiatal lány azt mesélte, illetve kiabálta az utcán egy másik embernek, hogy ő hogyan bántalmazta a kiskutyáját, hogyan verte majdnem agyon. Hát egyszerűen. Ilyenkor azt mondom, hogy ö, nem tudom, hogy mit mondjak. Mert az nem megoldás, hogy az ember itt hagyja ezt az egész földi bolygót. Persze tudjuk, nem lehet itt hagyni, de... Szóval nem tudom, hogy, 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 ezekre a helyzetekre, hogy milyen megoldások vannak. Ahogy mondtam, szerintem ezeket az eseteket be kell jelenteni, és, Hát tudjuk azt, hogyha valaki bántalmaz egy másik lényt, akkor annak mi lesz a sorsa. Tehát nem szabad hallgatni. Nagyon sokan hallgatnak különböző kapcsolatokban, családokban. Elhallgatják azt, hogy őket bántalmazzák. Az is lehet, hogy így élnek 10-20-30-40 évig. Nem szabad. Tudom, hogy ez egy nagyon nehéz ügy, de... De nagyon sokszor az emberek az életükért küzdenek. Akár egy-egy kapcsolatban nem, tehát az nagyon durva. Hogy elvileg ezek az emberek azért élnek együtt, mert szeretik egymást, azért alakítanak ki családokat. Na de hát akkor úgy tűnik, hogy mégsem. De tehát ahol bántalmazás van, ott nincs szeretet. Ebben a családi körben sem volt szeretet, amiről most beszélek. Az anyuka persze szerette a gyereket, az látszott, de a férfi nagyon nem. És nagyon-nagyon veszélyes is volt a gyerekre, mert lehetett látni, hogy nagyon irritálta, még a jelenléte is, a kisfiú jelenléte is irritálta. Ezért mondtam azt, hogy szerintem, hát el kellett volna várnia a nőnek, és még, még azt se nagyon megengedni, hogy mondjuk a gyerekkel találkozzon. Ez az ember. Nagyon sokan nem ismerik föl azt, hogy milyen helyzetben vannak, hogy mennyire súlyos ez az eset. Na most mi lett volna akkor, hogyha mondjuk a nő mondjuk valamiért meghal, és az apuka, ez a férfi nevelte volna a gyereket. Hát akkor lehet, hogy a gyerek már a második életévét sem éli meg, mert lehet, hogy az apuka már korábban tett vele volna valamit. Jó, persze, mondhatjuk azt, hogy itt egy konkrét történetről volt szó, esetről, hogy a gyerek megbukott, és ezért a férfi szégyenkezett miatta. Hát megkérdezném tőle azt, hogy mondjuk mennyit tanult a gyerekkel. segíted neki? Odaült mellé? Tanult vele? És empatikus volt hozzá? Bátorította? Hogy sikerüljenek neki a vizsgái? Hát szerintem nem. Na de hát, hogyha nem, akkor igazából szerintem nem kérheti számon azt, hogy a gyereke miért bukott meg. Tudom azt is, hogy nagyon sok szülő... Nem igazán foglalkozik a saját gyerekével. Nem nagyon sok, de vannak, akik nem foglalkoznak. De lehet, hogy sokan nem. Oké, megadják nekik az ennivalót, a ruhát, az iskoláztatás, de ezen kívül nagyon semmi más nem. Meg még a játékokat. Tehát, hogy érdemben hogyan kellene foglalkozni a gyerekekkel. Vagy most beszéljünk konkrétan erről a történetről, hogy ez a férfi, gondolom, hogy érdemben nem foglalkozott a gyerekével, mert nem tanult vele. Mert nem úgy indult ez a történet, hogy az apuka odaült a gyerek mellé, és akkor szépen elkezdték mondogatni esetleg a latin szavakat, és segített volna neki. Nem, nem így indult a történet, hanem úgy indult, hogy az apuka, apuka idézőjelbe téve, ö, nagy haraggal, és saját magát felmagasztalva leült az asztalhoz, és már elkezdte szapulni a gyereket, még oda sem ért, és már folyamatosan ö, olyan szavakkal és mondatokkal illette, amelyekkel nem lett volna szabad. És az ebéd közben is. Szóval szerintem ez borzalmas. Tehát... Ezt nem lenne szabad hagyni. De, ahogyan mondtam, a gyerek nagyon nem tudott csinálni semmit. Persze, ha már nagyobb fiú lett volna, nyilván akkor, akkor más lett volna a felállás, de itt gondolom, hogy pont ezért vázolt fel Kosztolányi egy ennyi idős karaktert, mert ő pont abban az életkorban volt, aki már sok mindent értett, de még egy kisfiú volt, kisfiúnak számított. Az anyuka pedig, hát... Igen, tehát ő meg egy olyan típusú lényt alakított, ki, aki igazából szerintem mindent ráhagyott a férfira, ami nem jó. Szerintem nem jó. Aztán ugye ez a kisfiú sok-sok dobálgatás után egyszer csak nem jött föl a víz alól. Aztán az apja elkezdte keresni a gyereket, de nem találta, és kétségbe esett. Aztán megtudták azt, hogy a gyerek meghalt. És a végén az apuka négy kézláb, szinte ordítva, ugye, kijött a vízből. És hát jó kérdés az, hogy ő tulajdonképpen miért érzett fájdalmat. Hogy mivel szembesült, a gyereke halála által, és azáltal, hogy felmerült annak a kétsége, hogy a gyerekét, a saját gyerekét, ugye, ő ölte meg. Persze jó kérdés, hogy, hogy ez így van, vagy nem így van. Hogy erre ki mit mond? Hogy amikor dobálta a gyereket agresszívan, egyre erősebben, látszott benne a harag az indulat, hogy akkor ez vajon benne megfogalmazódott? Hát lehet. Igen, lehet. Szerintem ez borzasztó. Ezért mondtam azt, hogy nagyon nehezen tudok erről a történetről beszélni, mert hát ez egy olyan dolog, ami, ami számomra elképzelhetetlen, hogy ilyen van, pedig ilyen van. Nem is kell annyira messzire menni. És Igazából nagyon jó kérdés az, hogy, hogy ezek után mondjuk a férfi milyen helyzeteket élt át saját magával kapcsolatban, hogy hát ezek után bele tudott-e nézni a tükörbe, vagy sem. De ugyan mondtam, nagyon jó kérdés az, hogy, hogy ő valóban meg akart szabadulni a gyerekétől, vagy ez egy olyan tragédia, amire ő nem számított. Szerintem nagyon sokan most azt mondják, hogy ő szándékosan dobálta úgy a gyereket, hogy ez történjen meg. Magyarán ez a kisfiú egy áldozat volt. Igen, ő egy áldozat volt. Az apja gögének, agresszivitásának, ki nem kezelt magatartásának. A kisfiú ezzel valamit megmutatott. Nagyon erősen szembesítette az apját önmagával. Kár, hogy ilyen eseteknek kell megtörténniük ahhoz, hogy bizonyos emberek fölébredjenek. Persze nem tudom, hogy ezek után a férfi fölébredte. Hát igen. Most mondhatjuk azt, hogy lehet, hogy ez Isten büntetése volt az apjának, hogy mivel nem bánt jól a gyerekkel, mivel állandóan bántotta, ezért lehet, hogy Isten elvette tőle a gyereket, és azt mondta, hogy na jó van, akkor, akkor ezek után most így lesz. Nem tudom, tehát ezért mondtam azt, hogy szerintem nagyon sok kérdés merül föl, hogy igazából Kosztolányi miért így írta meg a történetet. Hát nyilván azért, hogy gondolkodjunk, hogy gondolkodjunk el ezeken a kapcsolatokon, helyzeteken, a tragédiákon, hogy a különböző tragédiák miért történnek meg. Ha spirituálisan vizsgálom ezt az egészet, akkor, akkor tudok még plusz dolgokat mondani erre nézve, mert vannak különböző úgymond karmikus tartozások, és szerintem ebből a fajta történetből, esetből nem vehető ki az Isten vagy az Isteni döntés, úgyhogy innen fogom mindjárt folytatni. Annak idején több könyvet is olvastam arról, hogy a különböző lelkek miért születnek a Földre. Miért öltenek fizikális testet. És arról is tanultunk, hogy a gyerekek tanítani jönnek ide. Tehát, hogyha valakinek születik egy gyermeke, akkor ő azért kerül oda, mert ő valamit szeretne megmutatni, felmutatni a szülőknek. Tehát a gyerek a tanító. Persze tudom, hogy a felnőttek ezt nem így gondolják, mert úgy gondolják, hogy ők a tanítók, ők tudnak mindent. Ők azok, akik szembesítenek egy gyerek, még igazából még nem tud semmit. És ezért is van szerintem nagyon sok esetben, hogy a szülők, a felnőttek próbálják fitoktatni a saját hatalmukat. Persze nem mindenki, tisztelet a kivételnek, tudom, hogy nagyon sok olyan ember is van, aki elmondja, hogy őt valóban, hogy őket tanítják a saját gyerekük, és hogy nagyon sokat tanulnak tőlük, és hogy tükrök, és hogy szebb, jobb, több lett tőlük az életük, de sajnos nem mindenki gondolkodik így. Tehát, hogyha leszületik egy újabb lélek, testet ölt, akkor ő biztos, hogy segíteni jön, tanítani, valamit felmutatni. És nagyon nem mindegy az sem, ugye, hogy ki hova születik, milyen szülőkhöz. Hát általában oda születünk, ahol dolgunk van, és ahol kölcsönösen tudjuk egymást tanítani és szembesíteni. Ezen is érdemes elgondolkodni, hogy ki miért született oda, avva, és hogy miért pont azokat a szülőket választottuk, akiket. Én ezt már így ezerszer át gondoltam, átrágtam magam ezeken a <laughs> dolgokon. Nagyon sok mindenre jöttem rá. Hogy miért, hogy miért pont ők. <laughs> Igen, nagyon érdekes egyébként ez, de persze az is nagyon érdekes kérdés, hogy miért van az, hogyha mondjuk egy olyan családba születünk, ahol mondjuk az apuka lelép, tehát hogyha apahiányosak vagyunk, vagy hogyha bántalmaznak, ha megaláznak. Nagyon sok mindent kell vizsgálni akár a korábbi testetöltéseket, hogy milyen tapasztalatokat hozzunk, hogy mi a mostani feladatunk, mit kell megtanulni, milyen úton kell végigmenni, és ehhez mértem, milyen szülők illenek ezekhez a vállalásokhoz. Ezért mondtam azt, hogy lehet, hogy ez a kisfiú valamit meg akar tanítani az apjának, persze, tudat alatt. De Kosztolányi szerintem mégis így írta meg ezt a történetet, valahogyan így. Ez az eset mindenképpen egy nagyon erős tükör, szerintem minden ember számára. Tehát igen, mondhatom azt, hogy Kosztolányi folyamatosan különböző tükröket generált, mindig egy-egy tükröt vázolt föl, és én azt gondolom, hogy ezekben a tükrökben bárki, mindenki megnézheti, vagy megnézhetné saját magát. Persze nem mondom azt, hogy mindenhol ilyen eset előfordul, de mégis nagyon sokat lehet tanulni ezekből a művekből. És hát tudjuk azt, hogy ő nagyon-nagyon sok novellát írt, tehát lehet, hogy mindenki találna egy olyan történetet, legalább egyet, ami nagyon közel áll hozzá, és amit lehet, hogy ő is ugyanígy átélt. Például, igen. Igen, én azt gondolom, hogy, hogy Legalább egy ilyen történetet lehet, hogy mindenki ki tudna választani, vagy többet. Lehet, hogy a férfiben az is megfogalmazódott mélyen, hogy ezt a fajta ügyet csak így tudja megoldani. És kézenfekvő volt számára a fürdés, a fürdési jelenet, mondjuk így. Mert akár ez az eset tűnhetett úgy is, hogy, hogy ez egy véletlen baleset miközben lehet, hogy nem. De persze nagyon jó kérdés, hogy, hogy, melyik az igaz, hogy erre ki mit mondana. Szerintem a legtöbben azt mondanák, hogy, hogy, a férfi miatt halt meg a kisfiú, mert ő szándékosan dobálta úgy, és tartotta akár a víz alatt, hogy hát, hogy valami baja legyen mert ennyire nem tudta feloldani saját magában azt a blokkot. Bár nem tudom, hogy milyen blokk volt benne. Ez egy nagyon jó kérdés, hogy miért utasította el a saját gyerekét. Lehet, hogy egy nem vár gyerek volt? Hát igen, vannak olyan helyzetek, amikor ugye ez van, hogy a férfiak nem akarnak gyereket, a nő igen, és akkor hát valahogyan úgy intézik, hogy akkor azért legyen. Hát ilyen esetekről is tudok. És akkor megszületik a gyerek, és nyilván, hogy a férfiak nem nagyon tudják ezeket a gyerekeket elfogadni, mivel hogy ők nem akartak gyereket. Szerintem ezzel nem lenne szabad játszani. Nem lenne szabad ö, felelőtlenül ilyen dolgokat tenni. Ezt mindig meg kell beszélni, és csak akkor kellene gyereket vállalni, ha mindkét fél egyformán szeretné, és hogyha százszerzelékosan tudnák azt vállalni, hogy egy életre összetartoznak, és harmonikusan élnek, működnek, na de hát szerintem ilyen kapcsolatból sokkal kevesebb van. Nagyon sok blokk van. Nagyon sok bántalmazás van. A különböző kapcsolatok terén. Rengeteg vállás, nagyon sok a család, nagyon sok nem várt gyerek. Hát ezt is tudjuk. És ott nyilván, hogy az apuka nem fog tudni úgy közeledni, vagy hát valószínűleg nem is akar. És akkor kétféle változat lehet. Vagy ez van, vagy pedig az, hogy az apuka mondjuk lelétszel. De mondjuk azt sem tudja azért mindenki megtenni, tehát nem mindenki úgymond annyira erős, hogy, hogy becsukja maga mögött a kaput, és vissza sem néz. De vannak, akik meg tudják tenni, és úgy élnek, hogy tudják, hogy valahol van egy gyerekük, de sosem látták, és nem segítenek, és nem kérdeznek tőlük semmit a család, családtól, a családtagoktól. És akkor lehet az is, hogy esetleg elutasítják a gyereket, vagy pedig bántalmazzák, vagy nagyon ridegek, közönösek, közömbösek. És persze tudom, hogy vannak olyan Esetek is, amikor minden szerencsére nincs meg, és nagyon harmonikusan együtt tudnak működni, és az apuka is nagyon erősen részt tud vállalni a gyereknevelésben. De ez a történet nem erről szól. Mondhatnám azt is, hogy ennek a történetnek ehhez semmi köze. Mármint annak, amit a legutoljára említettem meg. Jó kérdés, hogy a férfiben miért volt meg ez az agresszivitás. Nem gondolom, hogy azért, mert a gyereke mondjuk nem tanult olyan túl jól. Itt valami más-más dolog lehetett. De a gyereken töltöttek ki a mérgét. Ezért mondtam azt, hogy a gyerek áldozat volt. Tehát én szerintem ő benne ez a fajta harag, ellenállás, düh, nem azért volt, legfőképpen, mert a fia nem tanult, és mert ő úgy érezte, hogy szégyent hozott rá, szerintem itt sokkal több minden adódhatott össze, de ezt nem tudjuk, mert, mert a korábbi életüket nem mutatták be. Hát ezért zseniális az a történet ilyen szempontból, mert, mert az embernek tovább kell futtatnia ezt az egészet. És aztán azt is, hogy tulajdonképpen ez az eset miért történt meg. Mert nincs kimondva. Tehát nem kezdték el ott a fürdőzők azt kiabálni a férfire, hogy maga ölte meg a gyereket, és hogy hogy történt ez az eset. Nem, nem kezdték el elemezgetni, hogy miért fulladt meg a gyerek. Hogy azért, mert valami baleset történt vele, vagy azért, mert az apuka szándékosan tette azt, amit tett, vagy esetleg a gyerek szándékosan nem jött fel a vízaló mert inkább úgy volt vala öngyilkos lesz, mint hogy egy ilyen férfival élje el az életét. Tehát szerintem ez a háromfajta variáció adódhat. Nem tudjuk. Ezt szerintem mindenkinek saját magában kell kielemeznie. Most, hogyha tőlem kérdeznék meg, hogy hogy szerintem mi történt, akkor nagyon erősen el kellene gondolkodnom, hogy, hogy mit mondanék rá. Vannak olyan emberek, akik önként mondanak le az életükről, mert tudják azt, hogy feleslegesek. Tudják azt, hogy őket soha nem fogják szeretni. Lehet, hogy itt is ez történt. Mert Sokszor érezheti magát az ember úgy, hogy ő egy zavaró tényező. És ez nagyon fájdalmas. Fájdalmas, amikor valakinek nem kellünk, aki mondjuk a legfontosabb, és nyilván, hogy a kisfiú számára csak az anyukája és az apukája létezett. És amikor valakinek az apja ö, utasít el, vagy hogyha minket az apukánk utasít el, szerintem az egy nagyon fájdalmas dolog. És biztos, hogy rengeteg nehézség, fájdalom, blokk, szenvedés, nehéz érzés alakul ki. Lehet, hogy vannak olyan dolgok, amelyeket nem tudunk feldolgozni soha. Lehet, hogy ez a kisfiú is valahogyan így volt ezzel a dologgal, hogy nem tudta volna feldolgozni azt, amit az apja tett, és lehet, hogy sejtette azt, hogy később még keményebben fog vele bánni. Ahogy mondtam, isteni döntéseket is vizsgálni kell ebben a történetben. Mert lehet, hogy az Isten döntött erről így, és ő vette el a fiút. Van egy olyan ismertebb előadó, aki egy hasonló történetet mesélt el, vagy mesél el többször az előadása által. Most nem szeretném a nevét megemlíteni, de ő egy ma élő férfi, egy idősebb férfi, és elmesélte azt többször, hogy nekik is volt egy, azt hiszem, tizenvalány éves gyerekük, egy fiúk, aki megfulladt. És ő is nagyon sokáig boncolgatta ezt az esetet, hogy miért. Nyilván, hogy először saját magukat hibáztatták, gondolom, én nem tudom, de, de valószínű, hogy először az ember saját magát hibáztatja. Hogy miért nem védte meg a gyerekét, vagy miért nem mozdult úgy, hogy, hogy el tudja kapni, vagy hogy ez az eset ne történjen meg. Vannak, akik arra a fajta következtetésre jutnak, hogy az Isten, vagy Krisztus elveszi tőlük a gyereket azért, hogy ők tanuljanak. Hogy ez egy lecke a szülők számára. Mert hogyha nem halt volna meg a gyerek, akkor ők nem tanultak volna, nem szembesültek volna. Azt nem mondom, hogy ez egyfajta büntetés. Nem tudom, hogy ez mennyire volt büntetés a férfi számára a fürdés című novellában, hogy a fia meghalt. Hogy ez számára egyfajta büntetés volt. Hogy az Isten elvette tőle a gyereket. Hogy ráébredjen arra, hogy ő tulajdonképpen hogyan viszonyult, vagy hogyan nem viszonyult a saját gyerekéhez. Nem tudom. Jó kérdés. De vannak, akik azt mondják, hogy igen, hogy ez egy ilyen büntetés, vagy figyelmeztetés, vagy okítás, szembesítés lecke a szülőknek. Arról is tanultunk, hogy miért lehet az, hogy vannak olyan gyerekek, akik nagyon fiatalon hunynak el, akár pár évesen. És vannak, akik arra a következtetésre jutottak, hogy pont ezért, mert ők, ők tanítani jönnek ide, ugye, ahogyan mondtam, és ők a halálukkal is tanítanak. És kiket tanítanak a szülőket? A korai halállal tanítanak, valamit felmutatnak, szembesítenek, hát megmutatják azt, hogy mi az, ami, ami nem volt teljesen kerek vagy százezerikos. Persze, ahogyan mondtam, nem biztos, hogy mindig és feltétlenül a szülők tehetnek ezekről az esetekről, mert lehet, hogy nem, de akkor is. Akkor is tanítanak. Tehát ezért mondtam azt, hogy ezek ilyen karmikus... karmikus... Hát egyrészt feladatok, másrészt jelenségek. Tehát vizsgálni kell a korábbi testetöltéseket is, hogy ott mi történt. Mert az is lehet, hogy pont fordítva történt ez az eset, és akkor most lejöttek, leszülettek a gyerekek. Azért, hogy... hogy ilyen formán valamit újra fölmutassanak, és valamit megtanítsanak. Igen, hát mi igazából ezt tanultuk, hogy vagy erről beszéltek többen, megírtak, hogy, hogy ők az elmenettelükkel is tanítanak, és valamit fölmutatnak, tükröt állítanak a szülőknek. Persze jó kérdés az, hogy a szülők ezekből az esetekből tanulnak vagy sem. Nem tudom. Tehát én még ilyen helyzetben úgymond nem kerültem. De ez a film más szempontból szembesített. Sokszor éreztem magam én is áldozatként, hogy áldozatnak, akkor, amikor védtelenebb voltam, és bántottak, bántalmaztak különböző emberek, vagy akár olyanok, akik el akartak lehetetleníteni, vagy beteggé tettek. Súlyos beteggé. Mert nem voltam akkor annyira erős, fiatalabb voltam, vagy akár gyerek. Ismerem a gonoszságot, ismerem azt, hogy milyen az, amikor küzdened kell az életedért, akár fiatalabb korban. Milyen az, amikor tudod, hogy el akarnak nyomni, taposni, és akár nagyon fáradtan, nagyon csüggetten, betegen, elhagyatva kell küzdened, akár sok-sok évig? Milyen az, amikor az ember tényleg az életért küzd, hogy át tudja magát örökíteni? Lehet, hogy ez a kisfiú nem akart az életért küzdeni. Az is lehet, hogy feljöhetett volna a víz fölé. De ahogyan mondtam, lehet, hogy ő szándékosan nem emelkedett föl. Nem tudom. Sokféle változat lehet. Ezért mondtam azt, hogy Kosztolányi nagyon sok mindent igazából csak sejtetett. Szándékosan. Azért, hogy kezdjünk el gondolkodni, analizálni. Hát igen, ezért mondják azt, hogy az ő történetei nagyon mélyen analizálnak, boncolgatnak, vagy hát igazából én azt mondom, hogy ezt nekünk kell megtenni ezen művek által. Ezért volt szerintem ő egy nagyon nagy tanító, és gondolom, hogy ezért volt már a 90-es években is az egyik kedvenc szerzőm. Egyébként szerintem az állatok között is vannak olyanok, akik önként mondanak le az életükről. Én vettem már észre ilyen esetet, helyzetet, dolgot. Amikor egy állat lett úgymond öngyilkos. Persze én nem mondom azt, hogy ebben a filmben ez történt, csak eszembe jutott az, hogy vannak olyanok, akik, akik tudják, érzik azt, hogy feleslegesek, és ezért inkább úgy döntenek, hogy akkor elmennek. Hogy ezzel is felmutassanak valamit. Mit mutassanak föl? Hát a hiányt. Tulajdonképpen a hiányt, mert a hiányból szerintem nagyon sok mindent lehet tanulni. Én azt gondolom, hogy az apukának sokkal felnőttebb módon kellett volna viselkednie, de ő ezt nem tette meg. Tele volt indulatta a göggel, ami nem a felnőttségről szól. Neki értően kellett volna a fia felé fordulnia és segítenie a tanulásban. Hát, ha ő már annyira okos volt, mert ugye ő azt fitoktatta, hogy ő mennyire okos hogy ő sokkal okosabb, a fiából nem lesz senki, semmi, ő egy semmire való bezzegő ugye, hát ő a, a valaki, a fia meg nem, és hát gondolom, hogy ezért is irritálta meg, szerintem itt a testi különbségeket is vizsgálni kell, hogy egy nagyon nagy termetű valaki volt a kisfiú, meg egy cingár kislegény, akibe úgymond bele lehetett rugni, ugye? Tehát ez az, amit mondtam, hogy vannak akik, akik direkt a kisebbekkel kezdenek ki, mert tudják azt, hogy hát felettük hatalmat tudnak gyakorolni, és rajtuk a mérgüket ki tudják tölteni. Hát kitöltötte a mérgét a férfi a gyereken a vízben, amikor dobálta. Ezt lehetett látni. Egyre agresszívabban, egyre erőteljesebben. És látszott, hogy a gyerek már ezt nem bírja. Tehát kapkodta a levegőt, alig tudott visszajönni, és akkor a férfi újra bedobta, meg újra, meg újra, meg újra, direkt csak azért is, hogy a gyerekkel valami legyen. Persze, ahogyan mondtam, nem biztos, hogy ez az ő fejében így konkrétan, tudatosan megfogalmazódott, inkább tudatalat. Tehát szerintem Kosztolányi nagyon sok olyan Dolgot vázolt föl, ami tudat alatt zajlott. Tehát ő a tudat alattiságot jelenítette meg, én azt gondolom, hogy igen, igen, a tudat alattiságot, hogy ott mi zajlik, hogy mi az, amit a tudat alattiba elnyomunk. Ő nagyon sok ilyen elnyomott érzést írt le, vagy nagyon sok történetet ezekből az érzésekből indított. Persze nem saját magával kapcsolatban, hanem a szereplők által. Ezért van az, hogy nagyon erősen lehet analizálni ezeket a történeteket, jelenségeket. Mert nincs minden felszínre hozva, nincs minden föltárva, csak az alapeseteket mutatja meg, és nagyon sok titkot hagy meg, nagyon sok nyitott kérdést, nagyon sok olyan dolgot, ami nincs konkretizálva, hát ebben a műben sem. De hát ezért mondtam azt, hogy ezért szerintem egy nagyon nagy tanító volt. Pont ezért, mert, mert, mert az ember rákényszerül arra, hogy ő elkezdjen elemezni, kutatni saját magában, az emlékeiben, és hát a világban, mert hát igazából ő nagyon sokféle társadalmi jelenséget is vázolt föl. Hát sőt, persze. Ez volt a dolga, nem? Nekünk meg az a dolgunk, hogy megnézzük azt, hogy ma mi van. Hogy változott valami, nem változott, hogy ma is vannak ilyen esetek, hogy hogyan lehetne javítani ezeken a helyzeteken. Hát ahogyan látom, sajnos nagyon nehezen. Mert az ember nem tud mindenhova odállni, én sem tudok mindenkit megmenteni. És sajnos nagyon sokszor uh, hát el kell hallgatni ezeket a dolgokat, mert nem tudunk mit tenni. Nem tudunk mit csinálni mert különböző családi életekben nem tudunk beleszólni, és hát nem is minden látunk bele, ugye? Csak hallunk ezt-azt. És ugye mondtam, szerintem az esetek 80%-a lehet, hogy soha nem is lát napvilágot, mert mondjuk, ha egy gyereket bántalmaznak a négy fal között, hogyan védi meg magát, vagy hogyan mondja el azt, hogy otthon mi zajlik, vagy kinek mondja el, hogyan áll ki saját magáért, nem tud kiállni. Csak tűrni tud. Csak tűrni. És így felnőni és akár így élni 10-20 évig. Azért ezek nagyon kemény ügyek, és ahogyan mondtam, nagyon mély, kemény lelki sérüléseket lehet így szerezni. A kisfiút nagyon erősen megalázta az apja. Túl sok volt már neki ez. Aztán ugye utána fizikálisan is elkezdte őt, hát mondjuk azt, hogy valamilyen szempontból zaklatni, nem is tudom. Tehát amikor már úgy erősebben dobálta, és gyorsabban, és úgy, hogy már a gyerek alig tudott levegőt venni, és épp, hogy feljött a felszíre, már dobta vissza a gyereket, és majdnem, ott csak nyomta le a víz alá, tehát ő ezt már nem bírta el. Hát azt is mondhatnám, hogy ez egy nagyon szégyen teljes állapot, hogy ennek a férfinak nagyon erősen szégyelnie kellene saját magát, de de ez sincs kimondva a történet végén. Egyrészt, másrészt, ahogyan mondtam, hát a kisfiút sajnálták, mert egy áldozat volt, de, de nem hangzott el az, hogy az apja mit tett, vagy mit nem tett, illetve lehet, hogy ez soha nem is derült ki, vagy nagyon sokan azt gondolták, hogy ez egy véletlen baleset volt, és lehet, hogy a férfit nem is vonták felelősségre. Ha viszont ez így van, akkor én azt gondolom, hogy a férfinek nagyon erősen el kellett számolnia ezek után a saját lelki ismeretével. És persze jó kérdés, hogy ezek után a nő vele maradt, vagy sem. Mert én azt gondolom, hogy a nő az anyuka mindent tudott és mindent értett. Nem gondolom, hogy nem. Hát ezért mondtam azt, hogy egyrészt nagyon nem mindegy, hogy az ember kivel köti össze az életét, vagy kivel vállal gyereket. Mert ilyen esetek bizony előfordulhatnak. Sok ilyen eset van. Nem csak fürdés közben, nem csak a strandokon, hanem a négy fal között, de akár külső kinti helyszíneken, az utcán, iskolákban, bárhol, nagyon sok helyen. De sokszor igen, otthon, mivel otthon egy zárt tér van, ahonnan nagyon sok dolog nem kerül ki, ahol nagyon sokan bármit megengedhetnek saját maguknak, pontosan azért, mert rengeteg minden nem látszik, nem hallatszódik kifelé. És ez baj. Szerintem ez nagyon nagy baj, mert, mert, mert nagyon sok áldozat van, szerintem. Nagyon sok áldozat van. Úgyhogy szerintem mindenkinek érdemes elgondolkodni azon, hogy ki milyen szülőket választott, vagy akiknek már vannak gyerekeik, hogy akkor ők hogyan bánnak a gyerekekkel, hogy hogyan kellene harmonikus kapcsolatot kiépíteni, hogy mi az, amit szégyellünk, mi az, amit nem, hogyan beszélünk egy másik emberrel, hogyan kellene együttműködni, és hogy valójában ez a történet miért tükör, miért szembesít, hogy mit mutat meg a világból, az emberekből, az itteni állapotokból. Én azt is látom, tapasztalom, hogy nagyon sok emberből hiányzik a türelem. És akár beszélhetünk különböző szülőkről is, hogy nincsenek türelemmel a saját gyerekük felé. Nincs bennük önuralom. És Ilyenkor nyilván, hogy nagyon sok konfliktus származhat. Szerintem elsősorban a türelmet és az önuralmat kellene gyakorolni, és azt, hogy az ember értő legyen és elnéző. Főleg a gyerekekkel, hiszen hát tudjuk nagyon jól, hogy a gyerekek még teljesen másképpen működnek. De én azt is látom, hogy nagyon sok esetben a szülők nem értik meg a saját gyereküket. Tehát sok mindent nem értenek belőlük, és elfelejtik azt, hogy mondjuk ők is voltak gyerekek. Jó kérdés, hogy a filmben szereplő férfi milyen tanuló volt gyerek mert az is lett, hogy ő is esetleg többször megbukott. Lehet, hogy ezért nem tudta elviselni azt, hogy a fia is valamiből egy kicsit rosszabb tanuló volt. De ahogy mondtam, mindenképpen szerintem az lett volna a dolga, a feladata, hogy segítsen a saját gyerekének, és együtt tanuljanak. És akkor nem kérhette volna tőle számon azt, hogy, hogy hogy miért ilyen, vagy hogy miért megy neki valami nehezebben. És az anyuka is elmondta azt, hogy hát a gyerek tanul, tehát nem ezzel van a probléma. Persze, hát mi is nagyon sokat tanultunk, de voltak olyan tantárgyak, amelyek nehezebben mentek. Lehet, hogy azért, mert nagyon sokat követeltek, vagy lehet, hogy azért, mert annyira nem is érdekelt bennünket, nem? Mondjuk én nagyon jó tanuló voltam mindig is, de aztán lehet, hogy gimnáziumban voltak olyan tantárgyak, főleg a reál tantárgyak, amelyeket szinte egyetemi szinteken oktattak, és hát lehet, hogy abból nem kaptunk olyan túl jó jegyeket, és akkor ebből voltak problémák, de azt is tudtuk, vagy tudták, hogy miért. De szerintem egy gyereket soha nem szabad azért bántani, mert mert nem elég jó tanuló. Mert rengeteg követelmény van egyrészt, másrészt pedig szerintem nem kell mindenből csillagos ötösre vizsgázni. Én soha nem haragudnék azért egy gyerekre, mert valamiből esetleg rosszabbul áll, én biztos, hogy segítenék. De ebben a férfiben eleve volt valamiféle frusztráció nagyon erősen. Nem biztos, hogy csak a saját gyereke által. Itt más dolgokról is kell beszélni hát ismerni kellene az ő élettörténetét, a gyerekkorát, hogy ő hogyan nőtt föl, hogy vajon őt bántalmazták-e annó a szülők vagy sem, mert azt is tudom, hogy vannak olyan emberek, akik azért bántalmazzák a saját gyereküket, mert esetleg őket is bántalmazták annó. Szerintem Kosztolányi azért írta meg így ezt a művet, hogy a víz alatt történt meg ez az eset, mert, mert nem lehetett látni pontosan azt, hogy mi történt. Ezért nem írta meg úgy, hogy a felszínen halt meg úgy mond a kisfiú, hanem a víz alatt, mert, mert pontosan így sejtetett. Tehát az apuka sem tudta szerintem pontosan azt, hogy mi történt, illetve de szerintem ő tudta. Ő tudta, és gondolom, hogy ezért is került olyan állapotba, amilyenbe. Tehát én azt gondolom, hogy ő mélyen belül tudta, érezte, hogy ez fog történni, vagy lehet, hogy szándékosan cselekedett így. A víz ugye nagyon sok mindent elfed. A mélyben, hogy mi történt. Ugye, tehát itt is a, a mélységről kell beszélni. Hogy a gyerek már ugye onnan nem jött vissza, nem jött a felszínre. Azt is mondhatnám, hogy lehet, hogy a férfinek valamilyen szempontból kapóra jött ez az alkalom. Persze, ezt most nagyon rossz kimondani, de hogyha az ő személyiségét vizsgálom, akkor, akkor azt gondolom, hogy lehet. Hogy lehet, hogy egy pillanatban, egy pillanatig megfordult ez a fejében ez a dolog, hogy hogy mi lenne, hogyha úgy dobálná a gyereket, vagy úgy nem engedné vissza a felszínre, hogy, hogy soha többé ne működjön tovább. Hát ez egy kemény ügy. Ez egy nagyon kemény történet. Megvan, hogy mi lesz a mai adás címe, de még nem mondom el. Illetve, hát, oké, okay, persze lehet látni a felvételen, de ez egy hárombetűs szó, és ez a hárombetűs szó sajnos nagyon sok minden akadályozója, egyrészt, másrészt pedig nagyon sok tragédiához vezet. Szerintem ezt kell letenni. És sokkal alázatosabb lényekké kell válni. Szerintem a férfinek is alázatosabban kellett volna működnie, nem pökhendin, nem gőgösen, Elfogadva ezt a helyzetet, segítve, támogatva, úgy, ahogyan tulajdonképpen ez minden szülő dolga lenne. Hangsúlyozom lenne. Igen, nagyon jó kérdés az, hogy kinek milyen a kapcsolata az apukájával. Ezt mindenki gondolja végig és azt is, hogyha vannak különböző problémák, hogy akkor azok miért adódnak. Én nem gondolom azt, hogy ezekről mindig a gyerekek tehetnek, mert szerintem nem. Szerintem nem. A felnőtteknek kellene sokkal felnőttebbek válniuk, de sajnos ez nem minden esetben igaz. Hát szerintem ez a férfi sem volt az. Hiába gondolta azt magáról, hogy igen és hogy ő az, aki minden tud, ő a családfenntartó, ő a megmondó, a vezető, hát nem tudom. Lehet, hogy a fiú, a kisfiú sokkal bölcsebb volt. És ahogyan mondtam, igen, tükröt tartott a saját apja számára, önmagával kapcsolatban, mármint a, a férfi viselkedését tükrözte vissza, hogy ő milyen, Aminek meg lett az eredménye, úgymond, ami lehet, hogy egyfajta isteni döntés is volt, mert vannak olyan lelkek, akik pontosan azért születnek a földre, hogy elvállalják ezt a fajta áldozati szerepet, hogy tanítsanak, hogy szembesítsenek. Ezek nagyon kemény dolgok, de igazából szerintem ilyen szempontból is vizsgálni kell ezt a történetet. Azt is vizsgálni kell, hogy mi miért születtünk a Földre, hogy mi milyen tükröket tartunk, generálunk, és hogy a mi szenvedéseink által esetleg kiket tanítottunk, nyilván saját magunkat is. De azt is meg kell nézni, hogy ezeket a szenvedéseket kik okozták nekünk. Mert hát vannak ilyenek, nem? Nagyon sokan. És én azt gondolom, hogy ezeknek az embereknek is még nagyon-nagyon sok tanulnivalójuk lesz, és biztos, hogy nekik is nagyon sok hasonló helyzetet kell majd átélniük. Hát akkor, hogyha másokat bántottak, megaláztak, vagy megrágalmaztak például. Igazából minden visszahat. Én ezt látom, hogy minden visszahat. Egy idő után. Tehát ezért mondtam azt, hogy nincs tükör nélküli élet. Minden visszamegy. Jó kérdés, hogy ezután a férfi élete hogyan folytatódott tovább. Mert itt főleg őt kell vizsgálni, szerintem. De hát ugye ez már nincs kibontva. Ezt nekünk kell tovább gondolni. Hát akár a saját életünkkel kapcsolatban is. hogy milyen tanulságok vannak az életben, mert ez is az. És hogy ezeket a tanulságokat hogyan kell kezelni, vagy hogy a tanulságok által mi tanulunk el, hát ezért tanulságok. De sokszor szerintem nagyon sok olyan tanulság keletkezik, amelyekből az ember nem tanul eleget. Hát hogyan látjuk? Nem igazán, ugye? Tehát még mindig nagyon sok olyan eset van, aminek szerintem nem lenne szabad megtörténnie, pedig azért a művészek nagyon sokat dolgoznak azért, hogy, hogy tanulságos történetek szülessenek, pont azért, hogy megpróbáljanak javítani ezeken az állapotokon, de sokszor azt lehet látni, hogy ez egy reménytelen vállalkozás. Hát én is ezért készítem ezeket a felvételeket, hogy elkezdjünk gondolkodni, hogy nagyon sok mindent már máshogyan csináljunk, legyünk türelmesebbek, gyakoroljunk önuralmat, segítsünk, támogassunk, legyünk humánusak, empatikusak. Hát a férfi nem volt empatikus a gyerekkel, az biztos, sajnos, de lehet, hogy ő nem is akart azzá válni. Tehát ő szándékosan nem akarta segíteni a gyerekét, mert, mert ő pont azt akarta elérni, hogy ő saját magát magasztalja föl, azáltal, hogy a gyereket ledegradálja, degradálja, mert ő ebből merített erőt. Ugye? És ez a kettejük viszonyából, amikor érintkeztek fizikálisan a vízben, ki is derült. Ott is ugyanezt csinálta, csak ott szavak nélkül fizikális tettekkel és hát az lett a vége, ami. Nyilván nem véletlenül. Nyilván nem véletlenül. Mondhatnám azt is, hogy ebben a filmben a kisfiú volt a legbölcsebb. Én hiszem azt, hogy vannak olyan lelkek, akik újra születnek. Szerintem ő is. Remélem, hogy egy jobb családba került utána. Egy olyan szülő párhoz, akik szeretők, elfogadók, gondoskodók, és ahol nem bántották őt többet. Hát bízom benne, hogy így van. És abban is bízom, hogy minden leszületendő gyermekre egy-egy ilyen szülőpár vár. Mert harmonikusan élni, működni szerintem csak így lehet, hogyha értők vagyunk, ha szeretettel közelítünk, ha türelmesek vagyunk, empatikusak, megengedők, és gondoskodok, nem gögösek. és hogyha van bennünk valamiféle frusztráció, akkor azt kezeljük, és nem másokon töltjük ki. Főleg nem olyanokon, akik kisebbek és védtelenebbek. Hát nagyon sok tanulni valója van az emberiségnek. Igazából mondhatnám azt is, hogy Kosztolányi pont ezt mutatta föl. Kosztolányi mindig erről beszélt, hogy mennyi tanulni valója van még az emberiségnek. Mindenkinek, nekünk is, napjainkban is nyilván. Olyan helyzeteket vázolt föl, amelyek akár általánosak is lehetnek. Ahogyan mondtam, ezek minták. Jó kérdés, hogy ezeket a mintákat ő honnan merítette. Az is lehet, hogy a korábbi életeiből. Szerintem vannak olyan alkotók, akik a korábbi életükből is, vagy életeikből is nagyon sok ilyen mintát hoznak, hordoznak. Igen, ez elképzelhető. Illetve hát nagyon sok mindent látunk, ugye, az életünk kapcsán, a különböző társadalmi helyzetekben. Én is nagyon sok mindent látok, amelyeket valamilyen szempontból elmondok, elmesélek a különböző felvételek által. Magyarán feldolgozom ezeket a jelenségeket tükröket állítunk, ugye? Hát ez a feladatunk. És szerintem az, hogy jobb emberekké váljunk. Jó kérdés, hogy ezek után a férfi jobb emberré vált-e, hogy megtanulta-e a leckét, a vagy nem. A kisfiú áldozati szerepe által. Mert sajnos úgy tűnik, hogy a Földön szükség van ezekre az áldozatokra, különben nagyon sokan nem tanulnak semmit. Bár másfajta életet élhetnénk, jó lenne, ha nem lenne szükség ilyen áldozatokra, ilyen szerepekre. Jó lenne, hogyha a különböző lelkek nem csak azért születnének, hogy tükröket tartsanak, hanem azért, hogy boldogan, kiegyensúlyozottan tudjunk élni. Vagy akár úszni a vízben most nagyon jó lenne, mert még mindig 40 fok van, és már nagyon nehezen viselem. Hát türelem kell az itteni létezéshez, ugye? De semmiképpen sem az a megoldás, hogy egymáson töltjük ki a mérgünket. Mert ennek mindig van következménye. Mindig minden visszacsapódik, visszatükröz. Saját magunkat azt, ami nagyon mélyen megfogalmazódik. Mert mindig minden megfogalmazódik szerintem, nagyon mélyen, csak nem mindenre vagyunk tudatosak. De azok a helyzetek, amelyek a világban megtörténtek, azok szerintem korábban megfogalmazottak. Hát jobb lenne szebb történeteket írni máshogyan gondolkodni, feloldani a blokkokat, a frusztrációt, hogy ne legyenek áldozatok, ne legyenek háborúk, viszontagságok, veszekedések, ellenségeskedések. Ez lenne a cél. Mert akkor már teljesen másfajta történetek születnének. És lehet, hogy akkor Kosztolányinak sem kellett volna ilyen nagyon erős ügyeket felvázolnia. És nekem sem erről beszélni sok-sok évtized után. De amíg ilyen helyzetek fönt állnak, addig szerintem kötelességünk beszélni. Elmondani azt, hogy mi van a világban, hogy hogyan lehetne különböző dolgokat megoldani. És hogyan mondtam, szerintem az a legfontosabb, hogy az ember saját magát elemezze. És javítsa mindig javítsa. Mert én azt gondolom, hogy ezért jöttünk ide. Ezért öltöttünk testet. Hogy a saját hibáinkon javítsunk. És talán ezt is elmondja a végén Kosztolányi, illetve hát az, aki őt megformálta. Igen, ő ezt már akkor is nagyon jól érezte. Tudta. Nyilván ezért született, hogy ezt elmondja, akár például rajtam keresztül is, és az ő történetei által, a színészek által és a kisfiú által, aki szerintem semmi másra nem vágyott, csak szeretetre, elfogadásra, törődésre, megértésre. Lehet, hogy ezért sem jött vissza többet, mert ezt nem kapta meg. Lehet, hogy a férfi pont ezáltal jött erre rá. Lehet, hogyha ez az eset nem történik meg, akkor soha nem jön arra rá, hogy a gyereknek igazából mire lett volna szüksége. Hát nem arra, hogy szapulják, hanem arra, hogy szimbiózisban legyenek együtt. Egységesen, mert szerintem ennél szebb dolog nincs. Én azt gondolom, hogy a fürdés című novella erre tanít. Erre hívja fel a figyelmet. Nem lenne rossz megmártózni ebben a melegben. Jó lenne úszni most a Balatonban például, vagy bárhol, vagy a Dunában is akár. Az talán egy picit hidegebb ilyenkor. És jó lenne, azokkal is harmonikusabban működni, akik most még nem szembesültek százszázalékosan önnön lényükkel, akik még nem értették meg azt, hogy miről szól az itteni világ, hogy hogyan kellene cselekedni. De tudom azt, hogy vannak olyan helyzetek, amelyek isteni döntések, és pontosan azért léteznek, hogy ezt megtegyük, hogy forduljunk, hogy pálfordulást éljünk át. Hát jó kérdés, hogy ez a férfi ezt átélte-e, a vagy nem. Remélem, hogy igen. Mert ha nincs pálfordulás, nincs változás. Nekünk pedig szerintem kötelező változni. Mindenféle tekintetben de főleg azért, hogy ilyen esetek ne történjenek meg, hogy jóvá érjünk, és hogy értsük meg azt, hogy az Isten mit akar itt látni a világban. Szeretetet akar, ezért szembesít, ezért generál annyi tükröt. És ezért vannak olyanok is, akik ezeket a tükröket felmutatják, Akár a szenvedéseik, fájdalmaik által. Lehetnek ezek akár művészek, vagy hétköznapi emberek, bárki, aki elvállalta ezt a nagyon nemes, ugyanakkor nehéz feladatot. Hát tanuljunk együtt, közösen. Szerintem ez a legfontosabb. Ma is.